Azt nem tudom, hogy úgy mondjam, hogy szerintem az egyik leggázabb dolog. Menjenek maguk a picsába, jó? A legjobban az idegesített fel. A vadászati kiállítás megrendező cég úgy gondolta, hogy nem kell közérthető formában közzétennie, hogy hogyan költöttek el 17 milliárd forintot. Nagyon sok közérdekű adatigénylést nyújtottunk be, amire nagyon lassan kaptunk választ, ezért így a honlapon is elkezdtünk nézelődni. Természetesen a honlap elején semmilyen információkat nem találtunk erről, de ahogy tovább kutakodtunk, megtaláltuk az 5 millió feletti szerződéseket, illetve további hónapokba telt, mire a vidéki költségeket is megtaláltuk, de szerencsére fény derült arra, hogy mennyibe került az agrárverseny megrendezése. Kiderült az is, hogy egy vidéki vállalkozó összesen 1 milliárd forintot kapott arra, hogy a férfi barlangjából kiállítási helyszín legyen, illetve megtudtuk azt is, hogy genderben hívő marha mennyibe került Bályás Zsoltnak a novellás kötete. Én nem szoktam. Te nem szoktál? A munkám során egyszer kerültem életveszélyes helyzetbe, amikor április 3-án leküldtek minket, hogy füleljünk le választási csalást. Minden egyes faluba találtunk valamilyen visszaélést. Beszéltünk olyan közmunkással, akit megzsaroltak, volt buszoztatás, amit sikerült lefotózni. Amikor már mentünk volna haza, tök véletlenül leparkoltunk egy iskola előtt, megnézni a GPS-t, hogy akkor merre menjünk tovább. És mire így felnéztem a telefonból, észrevettük az előttünk lévő autóba, adják be folyamatosan a szavazólapokat. Ekkor úgy gondoltuk, hogy nem állunk tovább, hanem levideózzuk, hogy mi történik. Ilyen még egyébként Magyarországon nem lett videóra véve. Balra tőlünk még van egy ijesztő figura, aki a rendre vigyáz, majd még megjelent másik két alak Audival, ekkor már így nyilvánvalóvá vált, hogy ezek valamiféle helyi gengszterek. Yeah. Úgy gondoltuk, hogy nem várjuk meg, hogy mi lesz, hogyha észrevesznek minket, hanem gyorsan elhagytuk a helyszínt. Egy oknyomozó újságírónak nem állt, hogyha magas. Én viszont mindössze 160 centi vagyok, de Orbán Viktor miniszterelnök felvállalta, hogy kis székről mond beszédet, én is elárulhatom, hogy használok ilyen magasítókat. Nyilván az lenne az álom, hogy mindenhova drónt vigyünk, de az drága, szóval néha csak marad a kis létra. Legutóbb a 12. kerületben volt szükség ilyen eszköz bevetésére, amikor belestünk a kordonok mögé, és azt láttuk, hogy nem csak a erdőt hordták el, hanem a félhegyet is.